Üdvözöljük a Hurricane Spin Scrubber felhasználói videójának nézőjeként. Bemutatjuk Önnek a Spin Scrubber helyes használatát és hasznos tippeket adunk a kezeléséhez. A csomagolást kinyitva a Spin Scrubber alkotó részeit láthatja a kezelési utasítással együtt. Használatba vétel előtt ajánlatos a kezelési utasítás figyelmes elolvasása. Különösen fontos az akkumulátorról és annak feltöltési idejéről szóló rész. Kiemelt fontosságú, hogy az előírt feltöltési időket betartsa, ellenkező esetben az akku élettartama jelentősen csökken. Ahogy a kezelési utasításban is olvasható, az első feltöltés alkalmával körülbelül 6 órán át kell a készüléket tölteni. Majd a továbbiakban 4-5 óra hosszan tartsanak az egyes töltési folyamatok. Csatlakoztassa a töltőadaptert egy konnektorba, majd a készülék csatlakozójába. A piros villogó fény azt jelzi, hogy az akku üres és töltődik. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a piros fény folyamatosan világít. Ez a folyamatosan világító piros fény egyben figyelmeztető jel is arra, hogy a töltőkábelt el kell távolítani, és a készülék kis műanyag fedelét le kell zárni. Most térjünk vissza a doboz tartalmához. Itt található többek között a fő fogantyú. Ezen található a készülék be- és kikapcsoló gombja, a kefe fejtartó, illetve a nyílhosszabbító reteszelő gombja, és a készülék töltőcsatlakozójának fedele. A szükség esetén használható hosszabbító nyélen szintén található egy reteszelő gomb a kefe fejtartóhoz, amely itt látható. A kefe fejtartóra helyezze fel az egyes keféket. A csomag 3 különböző kefét tartalmaz. A félgömb alakú kefét, amely tökéletes a váltakozó felületű helyek tisztítására, mint például ívelt gömbölyű felületek vagy csaptelepek. A lapos kefe nagyobb munkákhoz ideális, túlnyomó részt sima felületekhez, például padlókhoz, falakhoz. A harmadik egy sarokkefe, a fugák, sarkok és egyéb problémás helyek tisztításához. Végezetül itt látható a készülék feltöltéséhez használatos töltőadapter. Mielőtt a készüléket összeállítaná, győződjön meg róla, hogy ki legyen kapcsolva. Amennyiben szükség van rá, csatlakoztassa a hosszabbító rudat a fő fogantyúhoz. Egy kattanás jelzi, hogy a két egység összecsatlakozott. Ezt követően kapcsolja össze a hosszabbító rudat a kefetartó fejjel. A helyes kapcsolódást szintén egy kattanás jelzi. Most még rögzítse a kívánt kefét a tartó fejhez, a csatlakozó kiemelkedéseihez, illetve a kefén lévő mélyedésekhez, és kezdődhet a munka. Következő lépésként helyezze a Hurricane Spin Scrubbert a tisztítandó felülethez, és kapcsolja be. Hagyja, hogy a készülék dolgozzon. A legjobb eredményt úgy érheti el, ha a készüléket enyhén hozzányomja a felülethez. A Hurricane Spin Scrubber beépített automatikus kikapcsoló funkcióval rendelkezik. Túl erős nyomás hatására megáll, ezáltal akadályozva a felületek sérüléseit. Ajánlatos tiszta vízzel használni, de a szennyeződés mértékétől függően enyhe tisztítószereket is alkalmazhatunk. Ehhez fújjuk be tisztítószerrel a felületet, vagy adagoljuk a tisztítószert közvetlenül a kefére. Végezetül ismét szeretnénk felhívni figyelmét a töltési idők betartására, máskülönben az akku élettartama csökkenni fog. Sok örömet kívánunk a Hurricane Spin Scrubberével. Reméljük, hogy felhasználói videónk segítségére volt. Az Ön Media Shop csapata.